Sziasztok! A mai videóban egy Topps Crystal albumot fogunk kibontani. Tartalmaz egy Messi Limitedet. Ebben nincs sok minden. Egy Messi Limited van. Az ára 2790 forint. A került. Az album kicsi. Nem olyan, mint a többi gyűjtőalbum. Ezt előbb ki lehet gyűjteni, mint a többit. Ugye ez 125 darab kártyából áll, a többi sorozat 350 vagy 400 kártyából is állhat. Itt csak 125 van, ugye? Tehát el is húzzuk tovább a szót. Itt vannak a limitedek, Azpilicueta, Harry Kane és Karim Benzema. Akkor ne is húzzuk tovább a szót, kezdjük is el. Oké. Itt van az egy csomag. Itt van az album, itt vannak a checklistek, amit nekünk kell berakni. Itt vannak, hogy milyen csapatok vannak. És ebbe csak 4 darab kártyát kell rakni mindenhová. Berakjuk ezeket a checklisteket, berakjuk az elejébe, ezt itt fölülről kell belecsúsztatni. Oké, gyerekek, így mindjárt jobban néz ki, rakjuk bele a hátulját is. Ezt is fölrúgjuk. Gyerekek, így mindjárt jobban néz ki az album. És van egy kemény lap, amit is félreteszünk. Nézzétek. Itt van a kemény lap. Tegyük is ide, és akkor ezen bontok. Az albumot ide felrakjuk. Akkor nézzük az egy csomagot. Gyerekek, itt van a Messi Limited speciális kártya. Nagyon jól néz ki. Szerintem, ha kinyitjuk, akkor még jobban fog kinézni. És akkor nézzük. Ezt itt széthúzzuk. Kíváncsi vagyok, Messi milyen magas. Oké. Messi mindjárt jobban néz ki. És akkor nézzük, mennyire magas. Hát ezt nem írják, gyerekek. Úgy látszik, hogy a speciális kártyákon nincsenek adatok, de nagyon jól néz ki, gyerekek. A hátulja is csillog, és ez nem is telibe átlátszó. Nézzétek, Messi tök jól néz ki. Közelebb is hozom nektek. Itt van Messi. Akkor itt van egy N'Golo Kanté, nézzük, milyen magas, 1,68 magas és 70 kg. Itt van egy De Jong, aki 1,80 magas és 69 kg. Itt van egy Kevin De Bruyne, aki 1,81 magas és 68 kg. Itt van egy Nicolò Barella, aki 1,72 magas és 68 kg. Itt van egy Dominik Livakic, aki 1,88 magas és 80 kg. Itt van egy Vöbbe, aki 1,88 magas és 83 kg. Itt van egy Icardi, aki 1,81 magas és 75 kg. Voltak ezek a kártyák. Gyereket, mindegyiknek örülök. A Messinek nagyon, mert ez nagyon szép. Jól csillog. A Kanté is jó. Az nincs meg. Ugye? És a Kanté a Chelsea-ben játszik,
Ennyi lett volna ez a videó, gyerekek, mára. Ha tetszett, akkor lájkoljátok, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok!